Mozikban a Pixar idei első animációs filmje, a több mint hat éve készülő előre, ami szokásosan nem csak a gyerekeket célozza meg. De vajon sikerül is betalálnia? Nézzük, hogy milyen. A történet szerint adott egy elf testvérpár, akik nagyon különböznek egymástól. Az egyik félénk és gyámoltalan, a másik vakmerő és kicsit kattant. Egy dolog közös bennük, mindkettőjüknek nagyon hiányzik az apjuk, akit még kisgyermekkorunkban elveszítettek. A világ is alaposan megváltozott, hiszen a régen mágiával teli hely manapság olyan, mint a valóság. Okos telefonok, autók, bevásárló központok, csak épp emberek helyett mágikus lények lakják ezt a birodalmat. Egy nap, mikor mindketten betöltik a 16. életévüket, édesanyjuk átadja apjuk utolsó ajándékát, egy varázsbotot és egy igét, amivel egy teljes napra visszahozhatják. Nem sikerül minden hibátlanul, így hát fel kell kerekedniük, hogy megszerezzenek egy kincset, amivel beteljesedik a varázs. Elindulnak hát teljes gázzal előre. Animációs köntösben ritkán láthatunk ilyen szó szórakoztató road movie nevezhető kalandfilmet. Hőseink végig a kincset keresik, amihez persze a questet, a vagy küldetést egy fogadóban kell felvenniük, kell egy térkép, figyelni kell a nyomokat, elsajátítani a varázsigéket. Szóval egy egészen új fantasy környezetet kapunk, nagyon alaposan kidolgozva, mindennek megvan a helye és a funkciója. Ebben a világban pedig még végtelen potenciál van, hiszen csak egy egészen kis szeletét tapasztalhattuk meg. Igazi gékek segítettek a fejlesztésben, nem is véletlen a rengeteg örökölt de okosan felhasznált vonás. A Dungeons and Dragons beleszövése a sztoriba például mekkora ötlet már nem, imádtam minden kis utalást, zseniálisan voltak adagolva és elhelyezve ezek az elemek. Már ezzel is jó érzékkel szólítja meg a fiatalabb és az idősebb generációt is, de ami igazán kimaxolja ezt, az az üzenet. Ugyanis olyan komoly témákat feszegetünk itt kérem szépen, nagyjából 100 percben, mint a gyász, az emberi élet múlandóságának feldolgozása, ennek elfogadása, vagy épp a testvéri szeretet fontos Mindez pedig olyan érzelmesen, hogy az embernek könnyedén könyvbe lábadhat a szeme, pláne ha esetleg járt már ebben a cipőben, és van olyan a szerettei közt, akit már elveszített. Így válik ez az egész egy hihetetlen, emocionális utazássá, ami az egyik pillanatban megnevettet, vagy minimum megmosolyogtat, aranyosnak mondható, ötletes humorával, a másik pillanatban viszont komolyan elgondolkodtat a szívszorító jeleneteivel és a történet fordulataival. Ugyanis vannak meglepő elemek, nem teljesen számítható ki, mi fog történni ennek pedig valószínűleg nincs ember, aki ne örülne. Ritkán mondok olyat, hogy rövid volt egy film, de ezt még el tudtam volna nézni, csak mert úgy jól esett a léleknek. De tudom, a játékidő főleg gyerekekre van szabva. A Toy Story 4 esetében egy icipicit panaszkodtam a látottakra, annyira nem tudott ugyanis lenyűgözni az animáció, itt viszont fordított a helyzet. Elképesztően nézett ki ez a film, mindenképp a széles vásznat tudnám hozzá ajánlani, és nekem a 2 D tökéletes volt. Egy pillanatra nem hiányzott a harmadik dimenzió. Elképesztően részlet gazdagon vannak kidolgozva a dolgok, főleg a törmelék sárkány vett le a lábamról, de maga a táj is néha megszólalásig igazinak, élőnek, lélegzőnek tűnik. A karakterek pedig még egy külön kategória, ők is eszméletlen gyönyörűek, a mimikák, gesztikulációk pedig külön megérnek egy misét. Ebből a szempontból egyszerűen nem lehet belekötni a produkcióba. A zene viszont annyira nem sikerült sajnos maradandóra, ott még lehetett volna domborítani valamit. Kis érdekesség, hogy a Joker után ismét láthattunk olyat, hogy az összes fontosabb felirat magyar nyelven jelent meg, mintha végig így készült volna a film. Tehát egy levél, vagy ha jegyzetelnek valamit egy füzetbe, de még a zárva nyitva tábla is a bolton magyar nyelven volt ott, ez pedig olyan fejlődés, amit nagyra tudok értékelni, hiszen a gyerekeknek ez rettenetesen megkönnyíti és feldobja a filmek fogyasztását. Még több ilyet? Beszéljünk egy kicsit a színé, izzé a karakterekről. Ilyen szóval ő a kisé beszari félénk srác, de hát tudjátok, ő ilyen. Érted? Hő. Az eredeti verzióban Tom Holland volt a szinkronhangja, és itthon is megkaptuk a póki filmekben hallott magyar megfelelőjét, szóval szuper. Sikerült egy végtelenül szimpatikus és szerethető főhőst megalkotni, és erről jut eszembe. Ennek a mozinak nem volt antagonistája. Ez azért elég üdítő tud lenni néha, nem kell mindenbe egy gonosz karaktert beleerőszakolni. Bárli, a kissé rebellis elf, akit nem ártott volna néha elf enekelni. Érted? <hül> Na, neki meg Chris Pratt kölcsönözte az orgánumát, magyarban viszont nem kaptuk meg a szokásos hangot. Ő is egy kiváló, kiváló figura volt megfelelően kibontva, jó motivációkkal. Aztán ott volt még a szinkron csapatba Octavia Spencer, meg Julia Louis Dreyfus, szóval az angol verzió minden bizonyal pazar. Nos, ennyi. Az előre egy megható emocionális utazás, fontos és könnyen érthető üzenetekkel, kiváló karakterekkel és elképesztő látványvilággal. Jól játszik az érzelmeinkkel, kicsiket nagyokat egyaránt elvarázsol, miközben megteremt egy olyan fantasy világot, amit érdemes lehet bővíteni. Nem sokára újra tali, addig is mindenkinek jó bizást kívánok. Sziaztok.